Lehet az állam jó gazda. Lehetne az állam jó gazda. De a várólista miatt emberek halnak meg Magyarországon. Azzal, hogy az állam jelen van a szabad piacon, gyengíti a hatékonyságot és lassítja az innovációt. Alul van finanszírozva, vagy széthordják? Előbb sorra kerültem itt, mint múlt héten a munkaügyi központba, pedig nyitás előtt 20 perccel már ott voltam. Köszöntöm nézőket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Székesfehérvárról, a Városháza térről. Ez a Partizán 2024-es országjáró turnéjának negyedik állomása. Ahogy aztán megszokhattátok, minden városba egy konkrét közpolitikai állítással érkezünk. Ebben a városban most az az állítás, amit meg fogunk vitatni az ide érkező emberekkel, hogy az állam nem rossz gazda. Számos érv szólt emellett az állítás mellett a mi oldalunkról, de természetesen a velem szemben lévő székbe azokat az embereket várjuk, akik szerint igenis az állam rossz gazda, és emellett szeretnének majd érvelni. Arra érdemes ember előbb kerül ott pozícióba, mint az állami szektorba. Nagyon fontos, hogy továbbra is gyűjtjük az adó 1%-okat. Nagyon szépen kérlek, hogyha idén még nem rendelkeztél az adó 1%-áról, akkor fontos neki a Partizánnak adót. Ez a legfontosabb támogatási formát, mert egyszerre ad nekünk pénzügyi forrásokat, másrészt pedig mutatja a széles körű társadalmi támogatási tevékenységünk mögött. Szóval a legteltebb kérlek, hogy 2024-ben add a Partizán Alapítványnak az adót 1%-át. Kezdődjön akkor a vita, és már bent is ül az első vitapartner. Az állam nálunk, ő nem egy jó gazda, mert őt nem motiválják, őt nem érdekli a munkája, ő a minimumot megcsinálja, azt mondja, hogy figyú, nekem az a dolgom, hogy adjak nektek óvodát, adok nektek óvodát, de az óvoda az milyen minőségű, azt már nem kérdezi meg senki, mert az az elvárás, hogy legyen óvi. Szerintem pont a piaci ösztönzők miatt, a verseny jellege miatt az a magánvállalkozások sokkal inkább innovatívak, és rá vannak kényszerítve arra, hogy fejlesszék a saját teljesítményüket folyamatosan, és ne a meglévő eszközökkel gazdálkodjanak csak. Szuper. Mondj egy olyan innovációt a 20. századból, amit szerinted kifejezetten állami segítség nélkül, pusztán csak szabadpiaci körülmények között a versenyszellemből adódóan jött létre. Nem tudok ilyet mondani. Még az internetet ilyennek gondolnád? Hát igen, de például az érintőképernyős mobiltelefonokat is. Mindkettőt hadászati, katonai és ilyen értelemben közfinanszírozott forrásokból hozták létre. Tehát ezeket alapvetően állami támogatások nélkül nem tudták volna soha megalkotni. Bődületes mennyiségű közpénzt égetve el annak érdekében, hogy létrejött, de aztán meg azt lehet látni, hogy innentől kezdődően magáncégek fölözik le ennek a profitját. De például egy másik példát felhozza az Amazonnak a rendszere, a szállításnak a gyorsasága, például egy ilyen példa, ami nem tudok róla, hogy állami segítség lett volna benne. Szerintem ez egy fontos trade-off, hogy egyébként mi az, amit társadalmi a kívánatosabbnak tartunk, mert azt lehet mondani, hogy kívánatos az, hogy gyorsan elérjen egy áru egyik pontról a másikra. Csak az a helyzet, hogy azok a dolgozók, akiket adott esetben ez elbetegít, azokat az állami rendszer fogja majd meggyógyítani. Tehát nem az történik, hogy az Amazon fönntart kórházakat, bármilyen más típusú szolgáltató, hanem azt mondja, hogy köszönöm szépen, én még piaci szereplő vagyok, nekem az a feladat, hogy eljuttassam A-ból B-be a árukat, és amikor ennek társadalmi költségei vannak, azt mindig az államnak kell kezelnie. Tehát, hogy valójában meg kéne fizetnie azokat a károkat, amiket okoz, akár a környezetnek, akár az emberi erőforrásnak, stb., az Amazon nem tudna olyan profitábilis lenni, és a Jeff Bezos nem tudna mindenféle, nem tudom hány százmillió dolláros luxusjaktokat építeti magának, meg nem tudom, űrrepülő, szóval ilyen hülyeségekbe költeni a pénzt, mert annak a pénznek a helye valójában az állami szolgáltatásokban lenne, amiket ő elkerül. Nálunk a csomagküldő szolgáltatás flottul megy. Isteni, nagyon jó, bírom a futársrácot, minden működik nagyon. Posta meg ilyen, hát van, de ha lehet, inkább nem velük rendelek. És amúgy pont azért van, mert most is ugye a kormány is kierőszakolja, hogy a postát mindenképp fel kell neked tüntetni, mint csomagszállítási opció, és ő nem azért kerül oda, mert az emberek azt szeretnék, hogy a posta vigye el a csomagomat, hanem azért, mert a kormány utasítja, hogy már pedig ő ott lesz. De ugye ő ezt megcsinálhatná úgy is, hogy épít egy olyan szolgáltatás minőséget, ami alapján az emberek azt mondják, hogy hát itt van a posta, ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, mint a külföldi multi, de hát az mégiscsak a miénk, akkor vele küldök, mert ő hozza azt a szintet. De ez az utóbbi de nem hozza, mert nem érdekli. Ez az utóbbi a fontos, tehát hogy érted, tehát ha
A postát én egy nagyon fontos alapintézménynek tartom, és szégyenletesen alul van finanszírozva. Én azt nem tudom, alul van finanszírozva, vagy hát, széthordják, mert egyébként nem hát a kettő van. Nálunk nagyon kevés dolog van alul finanszírozva, szerintem. Nem, a túlfinanszírozás. Alul van finanszírozva, elég nézni ezeket a postahivatalokat, meg azt, hogy milyen fizetéseket kapnak. Tehát nem véletlen az, hogy a szerencsétlen postahivatalnokoknak a sorsjegytől kezdve a biztosításon át, tehát ha adtál föl levelet, akkor ezt a kettőt biztosan megkérdezik, hogy sorsjegy kell, biztosítás kell. Hát nem azért mondják ezt, mert annyira élvezik, hanem azért, mert egy bizonyos mennyiség ebből értékesíteniük kell, mert máskülönben egyébként az alapfizetésüknek is kárát látják. Tehát, hogy nem csak az, hogy ebből ők többletbevételre tesznek szert, hanem minden postai hivatalnak egy bizonyos mennyiséget értékesítenie kell, mert ha nem, akkor szevasztok ott a vége. Nekem a szabadság részével van problémám. Tehát amikor az állam eldönti, hogy felvásárol egy adott céget, vagy belép egy piacra, neked, mint adófizetőnek nincsen egy egyéni döntési jogod. Még egy magánbefektető maga dönti el, hogy vállalja ezt a kockázatot, mert úgy gondolja, hogy neki meg fog térülni. Na, ez egy nagyon jó dolog, mert például mondjuk az valóban igaz, hogy mondjuk amikor a magyar állam úgy dönt, hogy a Vodafont megvásárolja, arról így közvetlenül nem kérdezték meg az állampolgárok véleményét, elő sem került a választási vitában, hogy van egy ilyen terv. De mondjuk azért Magyarországon létezik még legalább 4 évenként szavazás, olyan, amilyen, de létezik, és ott például akár erről is véleményt nyilváníthatsz közvetve. Míg mondjuk egy, és akkor megint a Metánál maradok, az, hogy például a korábban Facebookként ismert vállalat így terjeszkedjen a WhatsApp-pal, az Instagrammal, a jó ég tudja, hogy hogyan használja a te tőled megszerzett adatokat, neked ott egyetlen választási lehetőséged van, hogy nem használod ezt az applikációt, csak az valójában nem az a választás illúziója, mert hogy gyakorlatilag olyan szinten uralja a nyilvánosságunkat, hogyha te azt nem akarod igénybe venni, akkor valójában arról mondasz le, hogy a társadalomban, a társadalmi érintkezésekből kivonulj, mert nem lesznek lehetőségeid, akár a Messengeren keresztül, akár a WhatsAppon keresztül kapcsolódni embertársaidhoz. De a nagyon nagy különbség az, hogy az államnak olyan eszközök is a kezében vannak, amely egy magántulajdonos számára nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben elérhető. Az első nyilvánvalóan a jogalkotói, szabályozói tevékenység. Pont az Amazonnál azt lehet látni, hogy ha eléggé nagy vagy, eléggé tőkerős vagy, akkor gyakorlatilag a jogszabályok nem fognak rajtad, de lehetne mondani a nagy tech vállalatokat is, akár a Metát, akár a Google-t, ezeket valójában nem úgy nemzetállami, még Európai Uniós vagy föderális Egyesült Államok beli szabályozással sem lehetséges érdemben az üzleti tevékenységének a korlátozására, vagy bármilyen más típusú szabályozására rábírni. Értem, amit mondasz, és van alapja neki, de nem hiszem, hogy ez teljesen igaz. Inkább úgy mondanám, hogy sokkal nehezebb őket rávenni tulajdonképpen. Viszont vannak olyan dolgok, ahol nyilvánvalóan óriási milliárdokkal meg tudták büntetni az Európai Unió, például az Apple-t, sőt el tudták érni, hogy a töltője az Apple-nek az most USB-C legyen az újabb telefon. Valóban. Tehát van, nagyon sok mindent el lehet érni, ez több évbe is belekerül, de szerintem egyáltalán nem lehetetlen. Ugyanígy a globális minimumadó, amit 15%-ra vezettek be, ez is egy nemzetközi összefogás, amit ugye már lényegesen nehezebb kikerülni. Szóval én azzal egyetértek, hogy azért a cégek... Azt mondom, hogy megnézném. Lehet. Tökéletesen el lehet ugyanis kerülni, és éppen ezért csak azt akarom mondani, hogy részletszabályozásokban nyilvánvalóan időnként azért a cégeknek is kell valamifajta belátást gyakorolniuk, de mondjuk az Apple-nek a pozíciát nem az veszélyezteti legjobban, hogy akkor most a korábbi FIS-FAS töltőrendszer helyett most már USB-C-vel is lehet. Valójában ez neki is az érdek. És megértem, hogy végeznek lobby tevékenységet, de az messze nem olyan, mint amikor direkt jogalkotói tevékenységre van lehetőséged, mint egy állami cég esetében. Hát de ugye Magyarországon azt meg konkrétan azt látjuk, hogy magáncégek konkrétan diktálják. Például mondjuk a nemzeti dohányboltok esetében, hát konkrétan magánügyvédi irodákban születtek meg azok a jogszabálytervezetek, hogy hogyan kellene földarabolni ilyen kis koncepciókra a teljes piacot. Tehát ez egy egyértelmű magán lobby érdekből és politikai érdek találkozásából jött létre. A lobby létezik, de az még mindig nem annyira hatékony, mint amikor egy állami cégnek direkt befolyása van az állami jogalkotásra. A leadó 25% a pártelnökeként jöttem erre a rendezvényre. Ugye tapasztalunk olyanokat, hogy elégedetlen az ember, mint fogyasztó ezek a szolgáltatásokkal. Például egészségügynél nagyok a várólisták, vagy nem vállal felelősséget az orvos a műtétért, stb. Tapasztaljuk azt, hogy az állami oktatás mennyire gyilkolja a kreativitást, vagy az állami nyugdíjnál mennyire felelőtlen, ugye az állami nyugdíj mennyire nem egy költséghatékonyan megtérülő dolog. Kérdésem az, hogy nálad mennyi a határ, aminél te azt mondod, hogy oké, te most megtagadnád az adófizetést az államtól, tehát hogy az állam nem alkalmazhat rád kényszert. Van-e nálad ilyen határon, hogy azt mondanád, hogy itt és ne tovább? Én személyesen azt gondolom, hogy én nekem egy magasabb személyi jövedelmi adókulcsal kéne adóznom. Mi az alapvető problémád? Azt mondtad, hogy az állami egészségügyben az orvos az nem számokérhető? Hát nem úgy, mint a magánegészségügynél. Akkor fizetsz neki, amikor az állam úgy dönt, hogy fizessél neki. Nem te, mint fogyasztó határozod meg. Odaadják a számlát, és
ha eszem, ha nem, ki kell fizetnem. Én jártam magánegészségügyben, jártam állami egészségügyben, semmifajta különbség nincsen a között, hogy gyakoribban jobb fejek itt vagy ott, embere válogatja, adott esetben a munkakörnyezete válogatja. Nyilván, hogyha egy halálra leterhelt orvoshoz kerülsz az állami egészségügyben, akinek a 30. beteke vagy abban az órában, akkor teljesen megértem, hogy adott esetben frusztráltabban kezel. Tehát mondjuk a fél éves várólistáknak a tényét is elutasítod, ami az állami egészségügyben van? Én a várólistákat nyilván nem elutasítanám, hanem csökkenteni tartanám kívánatosnak, és várólista között is igen erőteljes különbség van, hogy más nem mondjak, például mondjuk Budapesten a CT várólistákat nem azzal sikerült egyébként leküzdeni, hogy sokkal több magán CT lett, hanem azzal, hogy az állam és a főváros közötti megállapodásban sok kerületben például CT berendezéseket lehetett üzembe helyezni, ami egy állami beruházás volt, egy fővárosi beruházás volt, és Lőn ott például ebben sikerült előrébb lépni. Láthatóan nem az történt, hogy erre hirtelen rárepültek a magánszolgáltatók. Miért? Mert valószínűleg nem lehet profitábilisan ekkora piacnak ezt megtermelni, de attól, hogy nem lehet profitábilisan működtetni a CT rendszert, attól a CT rendszert meg kell csinálni, mert emberek belehalnak, hogyha akár csak egy hónappal később kerülnek egy ilyen kivizsgálásra, mint máskor. Na és hogyha emiatt túlkereslet van rá az állami szolgáltatásokra, és várólisták alakulnak ki, emiatt pedig emberek halnak meg, azért hogyan vállal felelősséget az, aki ilyenkor az államelvi paradigmát képviseli? Hogy miért halnak meg, bocsássák? Hát ugye a várólista miatt emberek halnak meg Magyarországon, mert az állami egészségügy túlterhelt, tekintve, hogy nem piaci alapon működik, tehát túlkereslet, ugye az árak határoznak meg a kereslet kínálatnak a szabály. Ugye azok hát rendeznék őket egyensúlyba. Az emberek úgy döntenek, hogy én most már CT-re akarok menni, hanem azért, mert adott esetben egy megbetegedésük van. Nem döntöttek róla, hogy megbetegednek, ettől még CT-re szükségük van, tehát hogy nem lehet őket azért váddal illetni, hogy miért van túlkereslet ebből. A szűkösséget lehet igazából kritikával illetni, és ott nem az a megoldás, hogyha az állam föladja a szolgáltatás biztosítását, hanem ez azt jelenti, hogy akkor kétszer, háromszor, négyszer több ilyen típusú vizsgálati lehetőséget, stb. Kell biztosítani. Tehát, hogy én nem azt látom, hogy az a probléma, hogy az állam nem privatizál eleget, hanem szerintem az a probléma, hogy az állam nem investál eleget az egészségügyi szolgáltatások országosan minél jobban elérhető vétételébe. Akkor csak egy anomália volt, hogy a Covid lezárás sok alatt, ugye olyan várólisták alakultak ki, rákos betegek tömegei haltak meg, mert az állambácsi úgy döntött, hogy ő prioritáson helyezi a Covid problémáját, Covid kérdését, és emiatt csomó rákos beteg, illetve egyéb műtét maradt el. Ez ugye? Igaz. Mert állambácsi így döntött. Ugye a piacon meg a kereslet kínált határozta volna meg, hogy ki az, aki hozzájuthat a megfelelő műtét. Ez a piacon sem működött volna, mert hogyha az állam azt mondja, hogy nem lehet fogadni járóbeteg ellátásban senkit, mert járványhelyzet van, akkor az a magánszektorra is érvényes. Nem mondja ezt. Hát akkor most valójában arról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy az állam vagy a piac tud egy szolgáltatást jobb színvonalon biztosítani, hanem arról beszélünk, hogy te valójában mindenfajta állami szabályozást a szélsőségesen nem kívánatosnak tartasz. Hát igen, kérdésem az lenne, hogy miért zavar ez, hogy az emberek szabadok akarnak lenni, tehát hogy nem szólhat bele az állam más életébe, vagy tehát hogy nem értem, hogy mi a baj a szabadsággal. Szabadsággal semmi probléma nincsen, csak akkor az járjon mindenkinek, ne pedig csak azoknak, akiknek fizetőképes keresletük van, mert a piac csak azokkal az emberekkel tud bármit kezdeni, akiknek ott van a cash a kezükben. Az államnak pedig szerintem azért kell ezeket a szolgáltatásokat biztosítania, hogy akinek nincs cash a kezében, az is képes legyen megkapni a megfelelő minőségű ellátást. Arra próbálnak kiukadni, hogy a TB-t az gyakorlatilag az emberek kifosztása. Hogyha létrehoznak egy egészségügyi minisztériumot újra például, hogyha magán kézbe helyeznék ezt az egészet, akkor ő tudjon gazdálkodni az általunk befizetett TB-vel, tehát nem az államnak generálnánk ezt a bevételt, hanem ennek a szervezetnek vagy minisztériumnak, aki normálisan és helyesen el tudja ezt költeni. Tehát valójában azt mondod, hogy egy munkaszervezési innovációra lenne szükség. Így van, így van. Amivel nem fogunk vitatkozni. Tehát az, hogy ahogyan most van az egészségügy szervezve, az kriminális. Ez nem azt jelenti, ugye két dolog van, tehát az, hogy mi a tulajdonforma, és mi a szervezeti forma, ez két külön dolog. És szerintem az jó, ha az egészségügy az nem a profit érdekeknek a kiszolgálója. Szerintem az egészség az nem profitábilis, nem jó, hogyha profitábilis szempontok alapján van szervezve. De az, hogy jelenleg Magyarországon ilyen várólisták vannak, hogy egy ilyen betegségnél neked ilyen méltánytalan és időrabló tevékenységekbe kell részt venned, az nyilvánvalóan vállalhatatlan, és fel kell számolni, de azt gondolom, hogy még sokkal inkább van esélyünk erre, addig, amíg egyébként ez egy állami feladat,
mint hogyha ezt egy magáncég teszi meg, mert a magáncég azt mondta, hogy ha nem tetszik, akkor menjél máshova, mi ezt tudjuk nyújtani neked. Az államinál meg legalább felvetheti azt, hogy ne haragudjatok már, hát felelősek vagytok azért, adót szedtek be, nálatok a törvényhozás monopóliuma, stb. Megválasztottunk benneteket. Tehát lehet érdemben nyomást gyakorolni. Itt az az alapvető probléma, hogy Magyarországon hiányoznak azok a mozgalmak, hiányoznak azok az ellenzéki pártok, akik mondjuk tényleg egyszer már képesek lennének egy tömegbázist teremteni annak, hogy nem akarunk azért járni egészségügyi intézményekbe, hogy ott kórházi fertőzéseket szedjünk össze, és ebben megdögöljünk. Én azt gondolom, hogy az állami közfeladatokat, működtető közfeladatokat szervező akár cégek, akár állami intézmények kezében kell, hogy legyen a kontroll. Annak a kontrollja, hogy mi maga a szolgáltatás, annak a minősége, annak a kiterjedtsége, amit nyújtani kell. De önmagában az, hogy ebbe bevonják a magántőkét is, mint egy szereplője, egy szolgáltatója ennek a folyamatnak, az nem feltétlenül probléma. Erre példaként a budapesti autóbuszüzemeltetést szeretném felhozni, ahol ugye közbeszerzéses eljárás keretében bevonták a magántőkét is, magánvállalatot is a buszüzemeltetésbe, és a járműveknek a minősége, az életkora az ezáltal jelentősen növekedett, nem csak az állami, nem csak a bevont magánszolgáltató járművei tekintetében, hanem az önkormányzati szolgáltatónak a járműveit tekintve is. Hát egyrészt szerintem az egy válságtünet, az egy válsághelyzetre adott rossz reakció. Mert persze, amikor alapvetően alulfinanszírozottsággal küzdesz, állandó forráshiánnyal küzdesz, akkor nyilvánvalóan egy magánszolgáltató, aki neked ezt a dolgot biztosítja, és neked nem kell fölvállalnod a járműparkfejlesztésnek a egyszeri nagy kiadását, nem kell a karbantartás költségeivel kapcsolatban, nem tudom én, járműjavító telepeket és így tovább működtetned, hanem egy bizonyos szolgáltatási árért, amit egy pont ki tudsz gazdálkodni minden hónapban, ezt neked biztosítják, az egy ilyen jó megoldásnak tűnik, de valójában itt mi a versenyelőnye a magánszolgáltatónak? Az, hogy le van gatyásodva a főváros, és ki van szolgáltatva. Miért jobb az, hogyha ebben magánszereplők vannak jelen, akik a magánérdekeiknek és a magán hasznaiknak a realizálására használják mindezt? Magyarországon hatványozottan érvényes az, hogy a magánvállalat abból a szempontból jobb, hogy az arra érdemes ember előbb kerül ott pozícióba, mint az állami szektorba. Gondolunk itt a közlekedésnél. A Malév esetében is nagyon sok olyan vezető volt, aki csak kapcsolat, tehát a kapcsolati tőkéből került ő oda, de alapvetően nem foglalkoztatta a Malévnek a gondja. Tehát azt mondod, hogy a nepotizmus jobban jelen van az állami szektorban, mint a magánszektorban. Szerintem igen. Jó, hát az a helyzet, hogy szinte jobban látjuk. Ezt akartam mondani, hogy jobban látszódik, benne van az is, de... Én benne vagyok a média világában. Igen. A magánmédiumoknál nepotistább működésmódot biztos, hogy lehet találni, de akár mondjuk az államilag dotált kereskedelmi tévék, illetve az elviekben, nem tudom én, piaclogika alapján működő kereskedelmi médiumoknál is, nagyon is jellemző ez a típusú nepotizmus. Néha egyik-másik napvilágra kerül, de hogy ott is vannak klientúrák, tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a klientúraépítés az kizárólag az állami szektorban történik. Nem. Ott könnyebb számon kérni, mert egy magánmédiumhoz hogy mész oda, van ez a típusú gondolkodás, hogy magántulajdonban van, az a magánembernek a saját dolga, mi abban ne interferáljunk, stb. De ettől még a nepotizmus pont azért is egyébként, mert sokkal nehezebben megragadható, sokkal nehezebben számon kérhető burjánzik. Amennyire értem, te egy ilyen ultrakapitalista munkakörnyezetben dolgoztál, és ha jól értem, akkor alapvetően azért te is afelé hajlasz, hogy azt a doktrinát, ami azért a 90-es évek szerint, ezt meg tudod erősíteni, Magyarországon nagyon erősen jelen volt, hogy az állam az szükségszerűen rossz, minden, ami állami tulajdonban van, az vacak, ott korrupció van, ott bürokrácia van, ott silány minőségű szolgáltatás vagy termékelőállítás zajlik. Szóval, hogy ettől azért azt mondod a te tapasztalataid alapján is, hogy ennél differenciáltabban kell most már néznünk a valóságot. Abszolút, abszolút. És azért fogsz igazából mindig vitapartnereket találni, ahhoz most is nagyon jól kijött szerintem, hogy főleg a politikai oldalon az emberek hajlandóak egy-egy rossz mértéket megtalálni, és azt kiemelni, hogy na lássátok, ez milyen rossz, és nem alternatívákba gondolkodni. Hát akkor nagyon köszi a figyelmet, először is az online közönségnek, hogy itt voltatok velünk végig. Itt most véget ért a vita Székesfehérváron. De a sorozat, a vita sorozat még nem ért véget, hiszen a turné folytatódik, jövő héten Pécsre érkezünk majd, és vannak még további városok is,
amelyeket meg fogunk majd látogatni, hogy pontosan hova tart a turné és hogyan tudsz jegyet venni az esti előadásokra, egyáltalán eljönni ezekre a vita helyszínekre. Most ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a leírásban, van egy link, azon keresztül eljutsz a turnénak a honlapjára, és ott minden ezzel kapcsolatos információ elérhető. Mindenkinek, aki itt megjelent a téren, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk a pikkasztó hűség ellenére. Külön köszönöm a Partizán stábnak a most is lelkiismeretes és professzionális munkáját, amivel az egész rendezvény létre tudott jönni. Ciao.